Sziasztok! Ebben a videóban a külső akkumulátor kiméről lesz szó. Figyeljetek, mutatom! Az Ionic, ha ki van kapcsolva, be van zárva és a kulcs nincs a közelébe, igen, ritkán nézi a kis akkumulátor töltöttségét. Ami azzal jár, hát, hogy egyik reggel fölkelünk, mennénk az autóval, de sajnos még bejutni sem tudunk. Vagy hogyha be is tudunk jutni, az autó nem fog elindulni, mivel nincs elég energia 12 voltos akkumulátorba, hogy a fedélzeti rendszerek működjenek. És persze, mivel ritkán nézi a kis akkumulátor töltöttségét, így a kis akkumulátor is jobban degradálódik, hamarabb tönkre mehet. Ezért az autóban van egy olyan funkció, ami bekapcsolható, hogy a kis akkumulátorra többször néz rá az autó, hogy mennyire van lemerülve, és többször tölti. Általában ezek ilyen 20 perces töltési időket jelent. Megmutatom a menüben, hogy hol lehet ezt a funkciót bekapcsolni. Menübe megkeressük a beállításokat, azon belül a egyéb funkciókat, és másod az első helyen a külső akkumulátor kímélő bekapcsolása. Ha ez be van pipálva, akkor az autó sokkal sűrűbben ellenőrzi az akkumulátort. A kis akkumulátor töltését az autó úgy jelzi, hogy a műszerfal tetején lévő három kék LED közül a kormányhoz közelebbik lévő elkezd villogni. Ha az autó használta a külső akkumulátor kimélő módot, ezt a bekapcsolásnál ki is írja. Ilyenkor biztosak lehetünk abban, hogy töltötte a kis akkumulátort, hogyha állt az autó. Nekem az a tapasztalatom, hogy az autóval általában minden nap megyek reggel este, mivel munkába járok vele, és hogyha egy napig már nem megyek vele, nekem megjelenik ez a felirat. Igazából két dologból következtethetünk arra, hogy a kis akkumulátorral probléma van. Az egyik az, hogyha túl sűrűn írja ki azt, hogy az akkukímélő mód működött, vagy abból, hogy ha a fedélzeti elektronikában valami furcsa dolgot történik, villódzik néha, vagy akármilyen rendellenes működés lép fel. Ilyenkor érdemes rámérni a kis akkumulátor feszültségére, hogy megfelelő-e. Ha nem, akkor sajnos cserélni kell. Remélem hasznos volt számotokra ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és sziasztok!